Ha Kern András nem ide születik, hanem mondjuk Amerikába, akkor könnyen lehet, hogy együtt emlegetnénk Robert De Niroval vagy Al Pacinoval, de ő ahogyan azt énekli is, Pesten született, így csak magyar sztár lett. Tulajdonképpen mindenben sikeres lett, amiben belekezdett. A drámai főszerepek ugyanúgy mennek neki, mint a kabarék, vagy éppen a kuplék. Kern András most januárban lesz 75 éves, úgyhogy elsőként szeretnénk őt köszönteni. 74 vagyok én. Hát akkor ez jövőre 75. Mindig erre gondol az ember. Nem is arra, hogy tavaly csak 73 volt, hanem hogy jövőre 75. A k***anyja. Bocsánat. Tavaly nyáron vettük fel az előbbi mondatokat. Kern András akkor így készült az idei évre. Kern András. Színész, rendező, énekes, író, humorista. Már 1958-ban, azaz 10 évesen filmszerepet játszott. 4 évvel később pedig a Ki mit tud egyik sztárja lett. 1970-ben szerződött a Víg Színházhoz, amelynek azóta is a tagja. 2023. januárjában tölti be a 75. születésnapját. Azt hiszem, hogy a magyar színészek közül az elsők között ismertem meg Kern Andrást. Nem nagyon telt el gyerekkoromban úgy nap, hogy ne láttam volna, vagy ne hallottam volna. Például Pityke őrmesterként. Marcipán fiam, szirénát! Értettem! De az egri csillagokat is ismételték minden évben, így ott is láttam. Akár kettőt is, uram! Ezt a gyűrűt felviszett Cece Éva kisasszony. Ismered Cece Éva? Bízza rám. No és persze nem maradhatott ki a Bors Máté sorozatból sem, ahol hol autót vezetett, hol vallatták. Bocsánat, elnézésüket akarom kérni. Jól van, nem történt semmi. Bors elvtárs, Dániel elvtárs, Surányi vagyok. És ezek csak azok, amik több évtizeddel később is azonnal eszembe jutnak, anélkül, hogy gondolkodnék. Egyébként az elején hallott lemezt ebben a boltban vettem. Mondjuk magamtól nem találtam volna meg. Jó napot kívánok! Kern András lemezt szeretnék. Azok külföldi dolgok, menjünk át a magyar szekcióba. Akkor azért nem találtam. Igen. Nátházi úr lassan 40 éve árul hanglemezeket. Azt mondja, hogy Kernt folyamatosan keresik. A legtöbben azt a lemezét kérik, amelyen a lövöldetér van. Népszerű a művész úr egyébként, nagyon népszerű, mind a mai napig. Lemezen ritkán keresik, inkább CD-n keresik mostanában. Hát én ilyen retro legény vagyok, én lemezen. Akkor én ezt a kettőt el is vinném, hogyha lehet. Még annyit fűznék hozzá, hogy nagyon sok helyen, családoknál, mind a mai napig ez meglepett található. István a király, Kern András, Koncz Zsuzsa, Kovács Kati, ezek olyan standard dolgok, amik mindenkinek szinte van. Ők! 2022. december végi felvétel. Kern András a másik két ikonnal, Hegedűs D. Gézával és Lukács Sándorral bemutatóra készül. Szerintem ők sem tudják pontosan, hogy melyiküknek hányadik ez már. Ami viszont biztos, ez már-már születésnapi ajándék Kernnek, hiszen a bemutató és a jeles dátum, vagyis a 75. születésnapja között csak pár hét van. Úgyhogy a próba szünetben meg is kérdeztem tőle, hogy mit szeretne a 2023-as évben elérni? Mivel ünnepelni a kerek évfordulót? Egészséges lennék, vidám lennék, boldog lennénk, jó kedvű lennék, nagy és jó és fontos szerepeket játszanék, nagy sikerem lenne, különböző ilyen önző dolgok jutnak eszembe. Csupa ilyesmi. A világ békéről most nem is szólnék. Sok más mellett ezt is szeretem Kernben, nem beszél mellé. Ő nyíltan elmondja, hogy szeretné, ha jó lenne neki. Legyen úgy. Most viszont irány vissza 2023-ból 2022 nyarára. Mert hogy tavaly többször is találkozhattam Kernnel, és teljesen véletlenül mindig volt nálam, pontosabban operatőr kollégáimnál kamera. We'll be right back.
éppen nagyon izgulok, ugyanis Kern Andrást fogom fotózni, pontosabban újra fotózni. 1971-ben ugyanis már lefényképezte őt Urbán Tamás a Víg Színház előtt. Gondoltam, csináljuk meg ugyanott, ugyanazzal, ugyanazt a képet, igaz, fél évszázad eltéréssel. A színész nyitott volt, még azt is eltűrte, hogy rendezgessem a rekkenő hőségben. Jó. Igen, és egy kicsit arra nézel. Kern András a Víg Színház előtt 1971-ben és 2022-ben. Felhívtam a fotóst Urbán Tamást, aki azt mondta, hogy valamilyen előadásról jött Kern, és fáradt volt, de készséges. A színész már nem emlékszik a kép készítésére, de arra igen, hogy hol vette ezeket a ruhákat. Éppen egy külföldi filmfesztiválról tartottak Sándor Pál rendezővel hazafelé, amikor megtörtént a vásárlás. Azt mondtuk, Genovában álljunk meg a piacon, mert az olyan híres, olyan bolha piac, meg mindenféle piac. És ott vettem ezt az inget, meg ezt a nadrágot, meg ezt a cipőt, a kezemet azt nem vettem, azt hiszem, az megvolt, de ezt az övet is talán ott, és akkor mindig ezt hordtam, mert ezek nagyon tetszettek nekem. Divatos nyugati cuccok voltak 71-ben. Azért kezdtem ezzel a jelenettel a riportot, mert már ebből jól látható az, amit a három forgatási napból kettőn megtapasztaltam. Mégpedig azt, hogy Kern egy igazi mesemondó, akinek mindenről van egy sztoria. Hogy a harmadik napon miért nem mesélt, azt is elmondom később, de előbb irány Balatonszepezdre, a nyaralójukba. Te ne veszettül rohangásszál, hanem állj meg, Vini, állj! Mindennapos jelenet Kernéknél. A színész sétálni viszi Vinit, aki amúgy Winnie Pookról, azaz Mici Mackóról kapta a nevét. No, természetesen ez a séta egy kétszemélyes színdarab, amelyben a kutya Néma szerepet viszi, a gazdi viszont folyvást beszél. Ne egyél meg mindent az Isten szerelmére! Gyerekkorod óta ezt tanítjuk, hogy ne egyél az utcán, de nem tudjuk megtanítani. Vini jól tűri a kritikát. Jól láthatóan neki egy a lényeg, az, hogy saját útját járhassa. Te miért akarsz most arra menni, hogy ne lehessen filmezni? Jó, menjünk arra. Nehéz lenne megmondani, hogy miről vagy miből ismerjük Kern Andrást. Az én generációmnak ugyanis ő épp úgy a Miniszter félrelép címszereplője. Ki az? Ahogyan a kabaré történelem egyik legtöbbször idézett mondatának előadója. Jó napot kívánok! Érdeklődöm, hogy az MDK Turmix gép a leszedhető ajtajú, hogy megérkezett-e már. De ő az is, akitől évtizedek óta tudjuk, hogy mi a baj a lövöldetérrel. És ő az is, aki rengeteg levelet fogott el a heti hetes idején. Édes drága heti hetes, öreg beteg zsidó asszony. No és persze ő a szinkron színész. Másnak általában Woody Allen, nekem viszont ő Richard Gere magyar hangja kamaszkorom egyik legemlékezetesebb filmjéből. Vivian, van egy komoly üzleti ajánlatom. Ataljam. Itt maradok vasárnapig, töltsd velem ezt a pár napot. De a legtöbb embernek máig ő kardos doktor az ötvös csöpi filmekből. Imádta ezeket, bár néha alaposan összeveszett Bújtor Istvánnal. Valamelyikünk ivott éppen, azt hiszem én. És ő neki ezt nem tetszett. És azt mondta, ezt ne... Kern nem is tagadja, hogy szerette a jóféle italokat. Csak hogy 11 évvel ezelőtt gyomorvérzése lett, amelybe kis hián belehalt. Azóta nem ivott egy kortyot sem. Ha nem tette volna le a poharat, már nem élne. Amúgy közte és Bújtor között azután a bizonyos ivós eset után majdnem egy hétig tartott a haragszom rád. Szerintem csak félhívtam, és azt mondtam, te olyan hülye vagy, hát most már én egyszer bocsánatot kértem, te azt mondtad, megbocsátasz, most itt vagyunk hatodik napja haragban, ennek mi értelme van? Hát sokkal jobb lenne úgy forgatsz, mondta, igen? Ja, tényleg, jó van. Akkor oda menjél, meg és csináljuk. Na, és akkor rendbe jöttünk egy pillanat alatt. Ezt csak azért meséltem el, mert én nekem az az érzésem, hogy az, hogy egy film milyen hangulatban készül,
az általában a többiekkel ellentétben nekem az a véleményem, hogy általában egyáltalán nem számít. Tehát el tudok képzelni, illetve hát volt a életemben sok olyan, hogy borzalmas rossz hangulatban csináltunk filmet, összeveszve, így, úgy, amúgy keresztbe, hosszába veszekedve, operatőr a rendezővel, rendező a színésszel, operatőr a színésszel, író a színésszel, író a rendezővel, mindenki mindenkivel összeveszett, nevezett film egyébként a Répacsok volt, és azt például nagyon jónak találtam én, és nagyon szerettem, amikor elkészült. Körülbelül ez lesz az a fejed. Hogy tudtátok ok nélkül bepiszkítani ezt? Részlet az 1990-es Hamis a baba című film forgatásából. Kern éppen arra 3 másodperces jelenetre készül, amellyel a film kezdődik. Hát ilyen rövid lett a Hamis a babában Kernnek ez a jelenete. De a forgatás kulissza titkairól készült verkfilmből kiderül, hogy hosszú időt, akár órákat is dolgozhattak, hogy ez meglegyen. Filmesileg ide vagytok állva, de nem az lenne az igazi, ha én erre néznék és itt fütyülnék? Jó lenne, csak igaz, az igazi nem lehet lefényképezni. Vegyük úgy, hogy ott van egy kis lukad, és az embereid itt van. Nem is gondolnánk, hogy ilyen bonyolult dolog a filmkészítés. Persze néha a színház sem egyszerűbb, pláne ha a színész is és a rendező is nagyon tudja, hogy mit akar csinálni. Fiatalabb koromban nagyon veszekedős, ellenállós, harapós voltam. Ennek egyik legjobb példája az volt, amikor az akkori idők egyik legismertebb színházi rendezője, Juri Ljubimov Magyarországra jött. Dolgozott például az operában. Megígértem, hogy őszinte leszek. És őszinte voltam. De dolgozott a Víg Színházban is, ahol Kern Andrást kérte fel a Bűn és bűnhődés főszerepére. Csak hogy mindketten teljesen mást gondoltak a darabról, ami egyenes utat jelentett a 2 hónapos próbafolyam közben a veszekedésekhez. Ebben a 2 hónapban volt olyan, hogy én azt mondtam neki, takarodj vissza a Moszkvai anyádba, és ő meg azt mondta, te hülye vagy, Andriskám. Hát ahelyett, hogy örülnél, hogy a világ legszebb szerepét játszod a világ legjobb rendezőjével, te barom, te állat, menjél és ordítsál, játszál, vagy fejbe rúglak. Majd lerúlak én a színpad, így beszélgettünk egymással. Hogy a színész nem túlzott, igazolhatja ez az 1978-as cikk is, amelyet a darabról írtak. A szerző többekkel interjúzik, majd megjegyzi. Kern Andrással is beszélni akartam, de ő arra kért, hogy tekintsünk el az interjútól. Egyelőre maga is tépelődik, szerepformálását még nem érzi véglegesen kiforrottnak. Ez amúgy virágnyelven ugyanazt jelenti, amit ennél, hát hogy is fogalmazzak, nyersebben mondott Ljubimovnak Kern. Minden esetre a végeredménnyel nem lett baj, mert a darabot több mint 100-szor játszották. Miért kell a televízió műsorokban állandóan sietni? Kern egyébként sokat nézi a Heti Naplót is. Műsorvezetőnk és szerkesztőink felé még kritikája is van. Kern András most átmegy fél percre Svábi Andrásba. És akkor ül a kutyával, simogatja, Tóth Komlósról viszony, mert az föl van véve, azt nem tudja sürgetni. Utána azt mondja, most akkor nem is mondom el, hogy hogyan lehet szavazni, mert hát az nem van nagyon érdekes, hanem lehet nyerni azt, hát ezt meg kell mutassam, te jó Isten, már igen. Igen, meg lehet 3 könyvet kapni, 2 tojást és 4 jegyet, amit senkinek nem kell. Jó, igen, hát a mai kérdésünkre 23.400, nagyon szeretném, a 30.000 lenne. Az annyira kell, megdöglök, hogy 30.000 legyen, de most reklám. Miért kell ilyen rettenetesen sietni mindig? Hát ezt most megkaptuk. Kern András a leghűségesebb színészek egyike. 1970-ben szerződött le a Víg Színházba, amelyhez azóta sem lett hűtlen. Őt is az a Várkonyi Zoltán hozta, aki oly sok akkor kezdő színészben látta meg a lehetőséget. Ő lett az én osztályfőnököm a Színművészeti Főiskolán, és amikor végeztünk, akkor ide szerződtetett, és azt mondta, legyen maga itt, maga van, színházi ember lesz, vagy színész, vagy rendező, most minden esetre üljön egy kicsit, és várjon. Hát mondottam, egy fél óra múlva majd biztos történik valami, de nem úgy értette, hanem hogy olyan 2-3 évig üljek ott és várjak. Nem is kaptam szerepet 2-3 évig, ez nagyon furcsa volt. Váratott egy darabig a Várkonyi, váratott,
legnagyobb fájdalmam, hogy amikor igazán nagy szerepeket kezdtem játszani, és igazán olyan, talán olyan vígszínházi színész lettem, ha szabad ilyet mondani, akkor ő meghalt, úgyhogy azokat már nem is nagyon látta. Apám is akkor halt meg, apám egy évvel előtte, és akkor arra gondoltam, amikor a Várkonyi meghalt, hogy na most aztán már igazán árva vagyok. Ahogyan az elején már mondtuk, 1970 óta, vagyis 53 éve tagja a Víg Színháznak. Az efféle ragaszkodás nagyon ritka a színészek között, így azután nem csoda, hogy az épület minden zegét zugát jól ismeri. Ez is kell ahhoz, hogy bolondozni tudjon velünk. Ne aggódjanak nagyon Kern Andrásért, nem ment neki igazából az oszlopnak, csak azt mutatta meg, hogy hogyan csinálja ezt egy jó színész. A Vígszínházban amúgy a fal mellett is szívesen sétál, mert ott is van mondani valója. Somogyvári Rudival például egy házban laktam. Fürst Sándor utca 31-ben lakott ő is egy darabig, én meg sokáig, én majdnem hogy a születésemtől 27, 26, 27 éves koromig. Súlyok Máriát rendeztem. Rögtön, ahogy ide kerültem, mondtam, nem nagyon kaptam szerepet, de rendezni engedtek. És akkor csináltam egy stúdió előadást a Pesti Színházban. Tordi, meg a Pap Éva, meg a Súlyok Mária volt a főszereplő. Ez olyan helyes volt a Mária. Szatmári Pista meg megtanította azt, hogy az alsó gombot a mellényen néha az ingyen se kell begombolni, mert az úgy elegáns. Tábori Nóra meg anyámat játszotta a Stracciatellában. Tomanek meg megtanította, hogy hogyan kell viselkedni egy színházban. És kergetett egyszer a színpadtól a büféig, mert valami helytelen dolgot csináltam. Lázár Egon volt a gazdasági igazgatónk, nagyon szerettem. És hát a Várkonyi, akiről már beszéltem. Tanárom, Istenem, atyám, mindenem. Ezek olyasmik, amiket mi még nem láttunk, vagy mi már nem láttunk. Hát szóval olyan előadásokból fényképek, amiket születésünk előtt csináltak. Erről sokat mesélt az apám, a Molnár Ferenc Lilion volt talán a kedvenc darabja az apámnak, és azt mesélte, hogy a Hegedűs Gyula volt a főszereplője 1909-ben, amikor bemutatták, 19-ben fölújították a Csortossal, és a Csortos volt a jobb, mondta apám, és azt még mutatta is, hogy honnan látta, egy állóhelyről valahonnan, majd a színpadon megmutatom. Csortos ellenszenvesre játszotta is. Az úgy kell, azóta is tudom, hogy a Liliomot úgy kell játszani. Ritkán szokták, mindig egy kicsit sármosan játsszák, nem kell bele. Egy undok fráternek kell lenni, és akkor gyönyörű a darab. És olyan volt a Csortos. És tudod, hogy mit játszottál a legtöbbször itt a Vígben? Tudom, a Játszd újra szemet, amit átvittek a Pestibe, és most már ott van, de az első 200 előadás az itt volt. Nem játszottuk olyan nagyon sokszor azt, csak 400-valahányszor, de nagyon sok éven keresztül. 83-ban mutattuk be, és ma is megy. Mindjárt 40 év, jövőre lesz 40 éve, hogy megy. Ugyanazt a szerepet játszott? Hát igen. Nem unalmas 40 év után? Nem. Nem, érdekes, hogy ami jó, az nem unalmas soha, ami meg rossz, az unalmas már a hetedik előadáson is, vagy az első hónap végén. Tényleg, miért nem vagy te benne a padlásban, ha már itt régen? Hát nincs mindenki mindenben benne, különböző darabokat különbözőképpen osztják ki, és az nem is tudom, hát nem tudom, nem biztos nem volt éppen nekem való szerep, vagy mást játszottam éppen egy másik szín, nem is tudom, nem tudom. Hát az, abban nekünk aztán nem nagyon van beleszólásunk, ki mibe játszik. Abban kell jónak lenni, amit rád osztanak. Bármennyire is szereti az épület minden sarkát, az igazi helye mégiscsak a színpad. A terület, amely több mint 50 éve az övé is, és amelyhez, és ez nem túlzás,
ezernyi emlék köti. Jöttem be onnan a művész étteremből, éppen a Bűn és bűnhődés előadásában esett ki a hó néha, és akkor havasan jöttünk onnan be az utcáról. De játszottam itt is ezen a ponton, meg jöttem be azon az ajtón, meg játszottam itt, meg volt olyan színdarab, amikor le volt engedve a függöny, és csak itt a zenekari árok fölött játszottunk. Mindenfelé játszottunk már, hát sokfajta színdarab van. És az érdekes az, ha belegondolunk, visszatérve erre, a falakból jön, vagy mi jön a falakból, és mi jó, és mi nem jó. Én nekem sokszor jut eszembe, hogy ha itt állok, akkor itt állt mellettem a Darvas Iván sokszor, és ha meg itt állok, akkor beszélgettem azon a bizonyos padon, a Visiben, a Latinovics Zoltánnal, de ha ide gondolok, akkor itt állhatott a Csortos Gyula, mint Lilium. Szóval voltak itt érdekes dolgok ám. Azt kevesen tudják ma már róla, hisz oly régen történt, hogy már 10 évesen is filmben szerepelt. Szinte hihetetlen, de már akkor éretlen sihederként is játszott az arcával. Nézzék csak! Ne tessék az osztályt büntetni! Tessék a kirándulást engedélyezni! Én csúzlisztam meg a tanár urat. Én voltam. És még csak ezután jött az a bizonyos 1962-es Ki mit tud, ahol osztálytársával, Pintér Gáborral az akkori színész óriásokat parodizálták, például Pécsi Sándort. Hallotta, hogy őt utánozzuk, és azt mondta, hol van ez a két kazember, jöjjenek ide, és akkor valahogy valakik szóltak. Elmentünk a Madács Színházba, és azt mondta, tiszteletem, csókolom. Hát kisgyerek, 14 éves általános iskolások voltunk, és azt mondta, előadnátok azt nekünk? És ott annak majd pár színész körében előadtuk, amit a Ki mit tudon előadtunk, ezek sikoltoztak a rögést, és azt mondták, nagyszerű, nagyon nagy tehetségek vagytok. Én magamra vállaltam. Tesszük! A tanár úr maga találta ki. Na, süd az öreg anyádnak. Na, gyerünk! Mi tulajdonképpen egy elég szerencsés időszakban születtünk, hogy nem volt háború a mi életünkben, a nagyon nagy járvány sem volt, vagy legalábbis szerencsére minket ez most nem talált el, ez a Covid járvány, és nem haltunk bele. És még az is jó, hogy egy olyan korszakában születtünk a világnak, amikor még működik. Mert ez egyáltalán nem biztos, hogy egy következő nemzedéknek ez működni fog. Egyedül nem megy. Egyedül nem megy. Egyedül nem megy. Rengeteg filmje volt Kernnek, az egyik legismertebb a Ripacsok. Ebben ő és Garas Dezső közös nadrágba költöznek. Kíváncsi voltam, hogy honnan jött az ötlet. Először arról volt szó, hogy két nő legyünk, csak olyan rondák voltunk a Garas is, meg én is nőnek maszkírozva, hogy azt mondta a Sándor Pali, ezt így nem lehet, a ragály sírva elfordult és kicsit hányt. Mindenféle régi ruhadarabok vannak itt különféle filmekből, és amelyekhez most megyünk, az meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon komoly emlékeket ébreszt majd benned. Íme. Mint a láttam volna már valahol. Hogyan keletkezett ez a, nem is tudom, hogy hívjátok, díszletruha, vagy mi ez? Nem, ez jelmez. Jelmez. Hát van a jelmez tervező a filmben, és akkor elviekben ő tervezi a dolgokat, néha gyakorlatban is. Tehát ez egy egyszerű történet, megírtuk a forgatókönyvet. A forgatókönyv szerint ez két, a Dezső és az Andis, két női ruhában öltözött, kifestett, bohócot játszott volna. És akkor én mondtam nekik, hogy akkor most csinálunk egy ruhasmink elemérrel. Szoktuk ezt csinálni, egy ruhasmink próbát, úgyhogy bementek a sminkbe, meg a
üzében, mi vártuk rájuk, és akkor kinyílt az ajtó, vártunk rájuk, és akkor kinyílt az ajtó, és megjelent a Kern, meg a Garas, nőnek öltözve. Na most egy olyan röhögő roham jött a szobában ülőkre, hogy ezek meg ott álltak dermedten az ajtóban. A Dezsőn volt egy piros latex ruha, kitömött mellekkel, ki volt kenve a szája, szóval valami elképesztő módon nézett ki. És ahogy kiröhögtük, a Dezső, a Kern ott állt, de a Dezső fogta magát, letépte magáról a ruhát, és azt mondta, hogy ezt nem csinálom, üvöltött velem. Mit gondolsz te, mit akarsz te tőlem, ezt én nem csinálom, üvöltött velem. Nekem is fölment a pumpa, és akkor elkezdtem üvölteni, hogy jó, akkor te találj ki valamit, érted? Találj ki! És akkor Dezső tárt, lenézett, azt mondja, mi lenne, ha egy kétfárú nadrágban lennénk ketten. Ketten egy nadrágban. Na mondom, akkor állj meg, Zsuzsa, Tóth Zsuzsa, mondd, mi a véleményed? Hát, mondom, na jó, akkor csináljuk meg ezt. És hát így lettek. Na, így lett végül az a bizonyos híres nadrág, amely amúgy máig megvan, ebbe bújtak bele ketten. Azután valamelyikük kitalálta a szlogent is hozzá, egyedül nem megy. Kern azt mondja, hogy Sándor Pán rendező, Ragályi Elemér operatőr, Presser Gábor zeneszerző, Stevanovics Dusán szövegíró és Kern András színész egyaránt úgy gondolják, hogy ők találták ki az azóta már örökzöldé vált címet. Hiába a sikernek sok kovácsa van. Kern a ripacsok óta sűrűn énekel, pedig annak idején a főiskolán arra kérték, hogy ezt ne tegye, mert nem jó benne. Na, ehhez képest szombat este is dugig megtöltötte a koncertjén a közönség a Városmajori színpad hatalmas nézőterét. Az elején mondtam, hogy a három forgatási napunkból kettőn mindenről szívesen mesélt Kern. Na, a koncert napján nem, és tudják miért nem? Mert izgult, és ideges volt. Ha a 62-es Ki mit tudtól számolom a színpadi pályafutását, akkor 60 éve csinálja már, de majdnem ugyanúgy izgul ma is, minden fellépés előtt, mint akkoriban, pedig tudja, hogy a közönség imádja. Hát persze, hogy félek. Igen. Az öregedéstől igen. Igen. Magától a haláltól, mint halálfélelem, attól talán kevésbé. A színész január 28-án lesz 75 éves. Elfogadta, hogy semmi sem tart örökké, így az élet sem. Van azért, amitől fél. Leginkább attól, és ez egy kicsit talán szentimentálisan hangzik, hogyha majd én ott len fogok feküdni egy dobozban, akkor egyáltalán nem fogom tudni, hogy a jövő évben mi megy a Víg Színházban. Az nagyon bántani fog engem ott. Egyáltalán nem fogom tudni, pedig érdekelne. Én nem tudom, hogy mi történt. Vannak őrült dolgok időnként. Na és akkor jöjjön a legnehezebb szerkesztői utasítás, amit valaha adtam saját magamnak. Üljek a lemezjátszóm előtt, és hallgassam Kernt énekelni, és csináljak úgy, mint akinek nagyon tetszik. No, ez azért nehéz, mert én tényleg így hallgatok zenét, és Kern dalai tényleg nagyon tetszenek. Úgyhogy eléggé suta fejjel játszom meg azt, ami egyébként igaz. Én nem tudom, hogy mi történt, vannak őrült dolgok időnként, ezt énekelte az előző dalban sok más mellett Kern András. Én azt gondolom, hogy az ő életében, az elmúlt 75 esztendőben nem időnként, hanem szinte állandóan történtek az őrült dolgok a mi legnagyobb szerencsénkre, mert hogyha ez nem így lett volna, akkor nem ismerhettük volna meg őt, és azt hiszem, hogy ez a lemez most lejárt, de Kern Andrásra még rengeteg új lemez vár, és kívánom neki, hogy ezek a lemezek minél hallgathatóbbak, minél dallamosabbak, minél jókedvűbbek legyenek. Kern András, Isten éltessen sokáig, nagyon sok boldog születésnapot!
Édes drága Kern András, nagyon boldog születésnapot kívánok neked így a 75-en, találkozunk a 80-en, a 90-en, meg a 100-en, és így tovább. Még egyszer sok boldogságot kívánok.